Figyú, három gyerekem van. Ha már gyújtál? Nem, mert ide kellett jönni. De egyébként nagyon szeretem a gettőszharacot, szeretem a bellatot, szeretem, szeretem ezt a stílusú küzdősportot. Nagyon szeretem, ha nem csak most, hogy szeretem, de ugye az a jó, hogy nem csak ütnek, nem csak a kéz van. És szerintem pont ezért volt ez, jó ez a kis vicces játék, hogy most itt nem is ütöttük azt, amit ütni szoktuk, hanem ha őszinte akarok lenni, nem mondanám magam, hogy nagyon rajongó lennék, meg nagyon név szerint követném a sportolókat. De szerintem ez azért is van, mert amikor nagyon szerettem a küzdősportot, és amikor rajongtam is valakiért, akkor én olyan 14-15 éves voltam, akkor még nem volt ilyen ez a kettőszerűség, utcai fight volt, de nem volt mit mondani, nem volt úgy elterjedve, mint most. Sportszerű az egész, amit én látok, a sportszerű, az, hogy az embereknek ez az életük, nagyon sokat küzdenek, nagyon sokat készülnek, ez egy nagyon kemény sport. Én tisztelem, becsülöm őket, én szeretem az ilyen embereket, szeretem az ilyen jó embereket, például az Orzának, úgy örülök, hogy találkoztam vele, feldobott teljesen. Voltál már éles helyzetben? Nem nagyon, a városban mindenki tudta, hogy jár, kipuszkozni, aztán tudták, hogy bármikor bárkit fejbe rúghatnék, úgyhogy senki nem kötekedett meg. Azt mondom, hogy szerintem azért jó, hogyha az ember jár küzdősportra, ha küzdősportot ősz például, mert van egy önfegyelme, meg a többiek tudják róla, hogy na hát járjál, mint a hél, és akkor nem tökélnek vele. Hogy hál' Isten, nekem sosem kellett ezt használni.